Új sportág, a röplabda is szerepelt a főiskolai dolgozók sportkupáján, így már 6 sportágban kispályás labdarúgás, kosárlabda, röplabda, tenisz, tollaslabda és asztaltenisz kategóriákban hirdették meg a kupát. Csaknem 300-an vettek részt a megmérettetésen. A rendezvény célja a több éves hagyományoknak megfelelően a közös mozgáson túl az egyetemek, főiskolák dolgozói közösségének építése volt. A kupán azonban nem csak a felsőoktatási intézményekben alkalmazottak mozgathatták meg magukat. Ez a negyedik alkalom, hogy megrendezzük az egyetemi főiskolák sportkupáját, és idén már 6 sportágban hirdettük meg a kupát, 3 sportággal indultunk el 4 évvel ezelőtt. Ennek köszönhető, hogy a létszám is idén megközelíti a 300 főt. A labdarúgás a legnépszerűbb még mindig. 15 csapat jelentkezett, köztük az Újbuda csapata is itt van, mint meghívott csapat. Nagyon érdekes, hogy a budapesti egyetemek mellett itt vannak Győrből, Egerből, Szombathelyről, Kecskemétről, Gödöllőről és Miskolcról is. A nyitóbeszédek alkalmával Sárfalvi Péter az EMMI 2017. januárjában kinevezett utánpótlás nevelésért felelős helyettes államtitkára elmondta, a verseny szellemjegyében a fair play megvalósítása az egyik cél. A szakértők szerint az egészséges életmódhoz egyébként heti 3-szor 1 órányi sportra van szükség, ám a mozgásban rejlő öröm csúcspontja a versenyzés. A kupán a sportágak első 3 helyezett csapatai és egyéni játékosai kupa, érem, oklevél díjazásban részesültek. Díjazták továbbá a gólkirályokat és a pontkirályokat is.